Jó reggelt! Áldott napot. Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép! Isten népe, ébresztő! Halleluja! Dicsőség Istennek! Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, Isten drága szent népe! Örülök, hogy a mai napon én lehetek veletek, és együtt tanulmányozhatjuk Istennek az igéjét, és hálás vagyok Tamás Pásztornak a lehetőségért és a technikusoknak a segítségért, hogy a mai napon is hallhatjátok az Istennek a beszédét és üzenetét. Isten áldjon meg benneteket. Drága mennyi atyám, én hálát ezen a mai napon a te jelenlétedért, és köszönöm neked, hogy a te beszédeid, Uram, jobbak a bornál, jobbak az a földi dolgoknál, amik megelégítenének. De te, Uram, és a te igéda az, ami megelégít valójában bennünket, Uram, és betölti a szükségeinket, és köszönöm, Uram, hogy a mai napon is dicsőség teljesen betöltöd, Uram, minden szükségünket, fejebb, mint hogy kérnénk, vagy elgondol ami bennünk lakozó dicsőséged, erőt, hatalmat szerint köszönöm neked, Uram, hogy te cselekszel a mai napon jelekkel és csodákkal, és köszönöm, hogy te úr vagy és király vagy, és ajánljuk neked, Uram, ezt a hetet, ajánljuk neked, Uram, ezeket a napokat, hogy legyen minden a te dicsőségedre a Jézus nevében. Amen. Kriszpásztor mai üzenetének a címe Isten szeretetének a kifejeződése. Az egyános János 4.8 azt mondja, aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretett. A Biblia azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. Ez egy egyszerű, de nagyon mély kijelentés. De mit is jelent ez? Ha Isten szeretett, ő hogy néz ki? Vagy hogy néz ki a szeretet? Generációkon és évezredeken át ennek a kijelentésnek az értelmezése homályos volt sokaknak, mivel senki nem látta Istent, mondja az 1 János 4.12. Úgyhogy mindenkinek vad elképzeléseik voltak arról, hogy ki is valójában Isten, és mi a szeretet. Jött azonban Jézus, és így szólt. Aki engem látott, látta az atyát. János 14.9. Jézus volt a testben megjelent Isten. 1. Timóteus 3.16. Amikor Galilea utcáit járt a Jézus, ő volt Isten szeretetének a megtestesült megnyilvánulása. Az 1. János 4.9-ben azt olvashatjuk, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Jézus volt Isten szeretetének kifejeződése felénk. Ő volt a megtestesült szeretet. Ez a valaha legrendkívülibb dolog, amit felfedeztem, mondja Krisztásztól. És ez úgy jött elém, mint egy látomás. Láttam a szeretetet, mint egy embert előttem járni Jézus Krisztus személyében. Valóban Jézus a szeretet tökéletes leírása. Mi lehetne több ennél? A Biblia szerint 1 János 4.7.8 Szeretteim, Szeressük hát egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindenki, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Ez azt jelenti, hogy a bizonyíték arra, hogy Isten szeretetét ismerjük, az az, ahogy kimutatjuk, mert mi vagyunk az Ő jellemének, képességének és természetének a kifejezése a mai napon. Te Isten szeretetének a bizonyítéka vagy. Nem állíthatod, hogy ismered Isten szeretetét, ha nem fejezed ki azt. Az ő szeretetének rajtad keresztül kell megnyilvánulni. Ez arra emlékeztet, amit a Bibliában olvashatunk az Efézus 3.10-ben. Az angol, az angol King James fordítás alapján, New King James fordítás alapján. Azért, hogy most Isten sokféle bölcsessége az egyház által ismerté legyen fejedelemségek és hatalmasságok előtt a mennyei helyeken. Ez Istennek a terve, az álma, hogy kijelentse önmagát, az ő szeretetét, az Isteni kiválóságát és bölcsességét az egyházon keresztül. És ez Rajtad keresztül történik. Halleluja! Kriszpásztónak nagyon fantasztikus üzenete ez a mai. Még egyszer a vezérigénk azt mondja: aki nem szeret, nem ismerte meg Istent, mert az Isten szeretett. Isten nem csak. Tudjátok, valaki játszik azzal, hogy, hogy, most hogy van ott a névelő, a vagy egy, ő csak egy a sok közül, vagy ő a szeretet, vagy Isten a szeretet, vagy, Isten, vagy Jézus Krisztus az Istennek a fia, vagy Jézus Krisztus csak egy az Isten fiai közül, vagy Jézus Krisztus a messiás, az eljövendő, vagy pedig egy proféta. Mert például sokan itt tévesztették el már az, ószövetség, már az Ószövetségben, illetve Jézusnak a korában, hogy azt hitték, hogy ő csak egy proféta. És nem mint nagybetűs profétára, mint a messiásra, mint az eljövendőre láttak, amikor Jézusra néztek. És ugyanúgy Isten a szeretet, Isten szeretet. Istennek a, ez azt jelenti, hogy Istennek a természete, a jel, a, a természete, a karaktere, Istennek a megnyilvánulása és mindaz, aki ő, az teljesen szeretet, abban teljes a szeretet és ő maga a szeretet. És ezért nagyon fontos közösségben lennünk Istennel. Mert sokszor, amikor az ember éli az életét, és Isten nélkül éli, akkor ez a szeretet csatorna, ami Istentől árad az ember felé, ez nem működik megfelelően. És ezért nem tudja az ember sem magát szeretni, sem másokat nem tud szeretni. És azt mondja egy másik helyen az ige, hogy szeresd a fele barátodat úgy, mint önmagadat. És ez azt jelenti, hogy ha önmagad irányába nem működik a szeretet, akkor nem tudod szeretni a fele barátodat sem illetve csak hiányosan, és, és nem, azon, és, nem, úgy, ahogy, ahogy kellene. Tehát először is kell, hogy Isten szeretete beáradjon a te szívedbe, és téged felépítsen és meggyógyítson, hogy elkezd magadat jól látni, úgy látni, hogy Isten lát téged. És ennek a következménye pedig az lesz, hogy ez a szeretet, ami már feltöltött téged, és már teljes vagy, és már el tudod fogadni magadat Isten teremtményeként, hogy Isten értékel téged, hogy Isten alkotott Téged, és ő nem hibát alkotott, ő nem alkotott hibásat, amikor téged teremtett, sem fizikailag, sem lelkileg. És amikor ez megvalósul, akkor tudod szeretni a te fele és másokat, és már nem csak a te szereteteddel, ami véges, és ami, ami valamikor van önző szeretet, az Erosz, van a Fileó szeretet, ami testvéri szeretet, adok is, de kapok is. Adok, de igénylek is, és elvárok is szeretetet. És van az agapé szeretet, ami a harmadik, a legmagasabb szintű és fokú szeretet, az pedig a feltétel nélküli isteni agapé szeretet. Ez a legmagasabb szintűbb, és erre kell eljutnunk keresztényként, hogy ezzel Istennek a szeretetével, amit veszünk Istentől, ezt tudjuk továbbadni másoknak. Ami nem önző, ami nem vár már el a másiktól semmit, hanem csak tud adni, adni és adni. És Istennek a szeretete, Isten szeretetének a kifejeződése, te vagy a mai napon. Erről, erről beszél Kriszpásztor, ez a második kulcs dolog az üzenetében, hogy te vagy Isten szeretetének a megnyilvánulása. Ahogy Jézus testben megjelent a földön, úgy ő volt Istennek a kifejeződése és megnyilvánulása, és azt mondja, hogy ahogy látátok, ahogy engem látok, úgy látjátok az atyát is, mert hogy Jézus az atyát képviselte itt a földön. Mi pedig Jézust képviseljük most itt a Földön, kis Krisztusok vagyunk, keresztjének vagyunk. Azt jelenti a keresztény, hogy kis Krisztus, hogy Krisztusi olyan, mint Krisztus, és hogyha Krisztus tudott szeretni, és tudott gyógyítani, és csodákat tenni, és tudott szabadítani embereket, és démonokat űzni, és tudott csodákat tenni, akkor mi is ebben a szeretetben fogunk járni, és ezáltal pedig, és ugyanazok a jelek, csodák meg fognak történni rajtunk keresztül is, és ezt a Biblia mondja. Úgyhogy növekedj Istennek a szeretetében, és ahogy imádod őt, és ahogy dicséred, növekszik ez a szeretet benned. Ahogy beszélsz hozzá, és szólsz, és személyes, minőségi időt töltesz Istennel, úgy fog növekedni benned ez a szeretet. Isten áldjon benneteket, gyertek, olvassuk el a megvallást. Mond utánam. Isten szeretete elárasztja a szívemet a bennem élő Szent Szellem által. Az ő szeretete naponta megnyilvánul bennem, mert én vagyok az ő szeretetének a bizonyítéka, az ő jellemének, képességének és természetének kifejeződése. Jézus nevében. Amen. Amen és Amen. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok. Találkozunk holnap. Isten áldjon meg benneteket. Jó reggelt! Napot. Isten népe, ébresztünk! győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő!